Én is üdvözöllek benneteket, és hát örülök, hogy látlak. Van egy történet ennek, hogy én most ma este ide kerültem, de inkább nem bonyolódom abba bele, mert az idő az nagyon halad. Elég rég foglalkoztat engem a megbocsájtás témája, és azóta bármit olvasok, minden a megbocsájtásról szól. Nem tudom, hogy hogy van ez, lehet, hogy ti is tapasztaltátok. Sok felül elindult a mefelé a téma felé, talán ez jellemző rám. Hát nagyon hívja ez az Ati felvezetése azt a történetet, ami az egyik szál. Olvastam egy közösségi munkában dolgozó Hát mentálhigiénés szakember volt, szociális munkás, amit akartok. Embernek a könyvét, aki elmondja, hogy ő az Egyesült Államokban él és bekerült egy közösségi programba. Azelőtt fiatalokkal dolgozott, és gyerekekkel többnyire. És amikor bekerült ebbe a közösségi programba, hát ott idősekkel is kellett dolgozni, sőt többnyire a közösségi házat, a nyugdíjasok látogatták, mert hát nekik volt több idejük, és hát folyton konfliktusba keveredett velük. És elment szupervízióra, itt sokan vannak, szakmabeliek, ők értik ezt, de gondolom mások is, és ott azt jelezték neki, hogy valami személyes terhe van ennek a sok feszültségnek. És hogy gondolkodjon el azon, hogy kikre emlékeztetik őt ezek az idősek, akikkel ő konfliktusba keveredik, többnyire nőkkel keveredett konfliktusba, ez egy, egy, középkorú férfi volt. És miközben ezen gondolkodott és készült a következő szupervíziós beszélgetésre, és hát imádkozott is, hogy ez egy, egy keresztény ember volt, hiti gyakorló ember volt, egy álmot álmodott azt számolta, hogy hozzájön egy angyal, és azt mondja neki, hogy most elviszlek téged, és mutatok neked valamit. És elvitte egy helyre, amiről ő úgy gondolta, hogy az a pokol, vagy valamilyen büntető hely, valahogy így képzelte gyerekkorában. És hát kit látott, na kit, az anyossát. És nagy megkönnyebbülést érzett, mert sokat szenvedtek az anyós miatt, az élet, a házas életüknek az első éveit együtt egy épületben, egy lakásban, egy háztartásban, egy konyhában élték, és um, valóban sokat védkezett ez a nő ellenük. És ez a férfi sokat harcolt velem, mert folyton meg akarta védeni a feleségét, a férji jogait, az új kezdődő családjukat, és hát az angyalnak megelégedéssel bólogatott, hogy ez rendben van. Mindenki learatja, amit elvetett. Aztán az angyal mondta neki, hogy és te is itt maradsz. És akkor ő ezen nagyon megdöbbent, hogy hogy, miért. Mert nem tudtál neki soha megbocsájtani. Ő azért van itt, amit ellened vétett. Te azért jössz ide, mert soha nem bocsájtottál meg neki. Hát gondolhatjátok a folytatást. Ez egy álom volt, egy figyelmeztető álom. Sokféleképpen lehetne ezt analizálni. Ilyen kemény dolog a megbocsájtás. Ilyen kemény lecke a megbocsájtás. Lehet, hogy ez csak egy anekdotikus történet, vagy egy epizód, de nekem nagyon szeget ütött a fejembe. Aztán egy másik út, ahonnan elindultam a megbocsájtást téma felé. Van egy kedves ismerősöm, aki a doktori dolgozatát arról írja, hogy az emberi kapcsolatok 20 éves kortól kezdve egyre bonyolultabbak. Ezt kutatással lehet igazolni, statisztikai adatfeldolgozás, SPS, klaszteranalizis, amit akartok. És az derül ki, hogy 20 éves korig úgy elevickélnek az emberek, néha olaszosan összevesznek és kibékülnek, de húsz éves kortól elkezdenek gyűlni az olyan kapcsolatok, ahol úgy érezzük, hogy valami köztünk van. Elkezdenek gyűlni azok az emberek, akikkel nem olyan szívesen találkozunk. Nem vagyunk mi haragban, de nem szívesen találkozunk. Vagy úgy megkísérőjeljük az utcán azt, hogy nem látlak, nem látsz. Mert egyszerűbb keresi ez az ismerősöm a választ erre. És kiderül, hogy, hogy jogosnak tartott sérelmek vannak mögötte, és hosszú történet. De valóban egyre több, úgy tíz évente, ahogy le um, mérte ezt a kutatásában, úgy vette, hogy 20 és 30 év közöttiek, 30 és 40 év közöttiek egyre több olyan embert neveznek meg, akivel nem szívesen találkoznak. Aztán egy ö, másik érdekes dolgot is ö, észrevett ebben a kutatásban, de azelőtt hadd kérdezzelek meg benneteket, ha... Ö, megtennétek, emelje föl a kezét az, akit tanítottak arra, hogy bocsánatot kérjen. Akitől elvárták a szülei, hogy azt mondja, hogy bocsáss meg, én vagyok a hibás, vétettem ellened. Köszönöm szépen. Um, igen, valószínűleg keresztény családban felnő embereket inkább tanítanak. Ma már egyre kevésbé. A kutatásból az derült ki, hogy... Hogy egyre kevésbé tanítják a szülők arra a gyermekeiket, hogy bocsánatot kérjenek. Hogy kimondják ezt, hogy bocsáss meg, én vagyok a hibás vétettem ellen. Ilyen bocsi, bocsi, ilyen van. Tudjátok többen, hogy idős emberekkel is, vagy idős emberekkel való szociális munkát is tanítok és emiatt sokszor beszélgetek olyanokkal, akik ebben a munkában ö, dolgoznak. Ez volt a következő ilyen dolog, ami figyelmeztetett engem a megbocsájtásra. Nagyon érdekes, hogy azt mondják el azok, akik ezekkel az idős emberekkel dolgoznak, hogy ö, vannak közöttük ö, kiemelkedően derűs emberek. Ezek az én kollégáim, akik idősekkel foglalkoznak, többnyire szociálisan problémás, vagy idős otthonban élő idősekkel dolgoznak, vagy egyedül maradt idősekkel. És mégis ezek között az emberek között is vannak derűs, mosolygós, bölcs, megbékélt idős emberek. Többnyire uh, elkészítik velük az életút interjút, megkérdezik őket arról, hogy hogy telt az életük és ezek az idős emberek felekezeti hovatartozástól függetlenül, de nagyon erős hittel elmondják azt, hogy minden jól volt úgy, ahogy történt. És gondoljatok bele abba, hogy aki most 80 éves, az mikor született? Hányba született, aki most 80 éves? 34-ben? Igen? Gondoljatok arra, hogy mi mindent éltek át ezek az emberek. Világháborút, családtagok elveszítését, a szegénységet, kollektivizálást, kommunista diktatúrát, lehallgatásokat, szorongattatást a hitért, a lehetőségeknek a bezárulását, bizalmatlanságot. Aztán egy olyan rendszerváltást, amit nem igazán értettek már, amivel már nem tudtak lépést tartani, ami azt hozta, hogy elsodródtak mellőlük a gyermekeik és az unokáik, és mégis azt mondják, hogy minden rendben volt, úgy, ahogy volt. És sokszor nevesíteni tudnak eseményeket, hogy az, ami nagyon fájt nekik, az hova vitte, mit munkált ki bennük, mit tanultak belőle. Sokszor biztatom őket, vagy ha én magam beszélek ilyen emberekkel, megkérdezem, hogy mi az, amit másként tettek volna, vagy most mi az, amire visszanéznek, és azt gondolnak, hogy azt, azt gondolják, hogy azt másként kellett volna. És legtöbbször haragokat emlegetnek, hogy nem kellett volna haragudni, vagy meg kellett volna békélni. Többet kellett volna mondani, hogy szeretem, hogy szeretlek. Kevesebbet kellett volna rohanni. És meg kellett volna állnia a mindennapi életnek az apró csodái mellett. Ez is nagy figyelmeztetés számomra. Most, amikor ezeken gondolkodtam készülés közben, magamban úgy eldöntöttem, hogy akkor lehet, hogy számotokra ez egy prevenciós előadás. Mert többnyire húsz év körüliek vagytok. Lehet, hogy a ti még nem bonyolultak. Lehet, hogy nektek még kevés olyan ember van, vagy egyáltalán nincs, adja Isten, hogy úgy legyen, akivel nem szívesen találkoztuk. Én most mégis arra kérlek benneteket, hogy míg belekezdünk az előadásba, induljon el ez a kis zacskó, és vegyen ebből mindenki egy követ. egyszerűen csak választatuk egyet, és tartsátok a kezetekbe vagy a padon. Jó? Picit nézzük meg gyorsan azt, hogy milyen ütvtörténeti háttere van a megbocsájtásnak. Mit tanulunk mi a megbocsájtásról? Mit tanít nekünk a Szentírás? A törvény idején, állatok vérével fizettek a bűnért. Nem volt, vérontás nélkül nem volt bocsánat. Ez volt az üzenete ennek a szakasznak. Ha olvassátok a Mózes könyveit, rengeteg vétekért való áldozat, engesztelő áldozat, jóváltételi áldozat, nagyon-nagyon sok áldozat van. Az emberi kapcsolatban a szemet szemért törvény uralkodott, fogad fogért, ezt sokszor emlegetjük, létezett bosszú jog, és léteztek menedékvárosok, meg volt szabva a kártérítés és a jóvátétel mértéke. Ezt is nagyon pontos és körülményes szabályok, törvények szabályozták. Aztán volt egy fantasztikus dolog a kürtölés éve. 7 x év eltelte után, tehát 49 év eltelte után, az 50. év a kürtölés esztendeje volt, amikor el kellett engedni a tartozást, vissza kellett adni az eladósodott emberek földjeit, fel kellett szabadítani azokat, akik szolgaság alá kerültek, vagy rabszolgaság alá kerültek az Izrael népén belül, és vissza kellett állítani őket a jogaikba. Ezt a kürtölés esztendeinek nevezték, és ez egy kicsit az egész társadalom újraindításaként működött. Egy kicsit visszatért minden a, a rendjébe, a kerékvágásába. Nagyon nehéz elképzelni számunkra, hogy ez hogy működhetett. Aztán olvasunk rendkívüli rendelkezésekről, találkozunk rendkívüli igékkel, amelyek mégis a bocsánatra vonatkoznak. Gondoljatok bele abba, hogy milyen fantasztikus történetek vannak az Ószövetségben a megbocsájtásról. Amikor emberek ezek ellenére, hogy lett volna bosszú jog, megbocsájtanak. Gondoljunk például Dávidra és Saulra. Hány éven át bujdosik Dávid a felkent király, Saul elől, akitől az Isten lelke elfordult. És nem áll bosszút, és nem használja ki az alkalmat arra, hogy eltegy az útból azt, akit az, akitől az Isten már amúgy is elfordult. Vagy foglalkozni fogunk ma Józseffel, aki bocsánatot ad a testvéreinek, olyan vétek, vétkeket bocsájt meg, amelyeket felfoghatatlan, hogy hogy tudtak elkövetni ellene. De nagyon-nagyon sok más helyzet is van, amikor bocsánatról olvasunk. Aztán olvassuk az Ézsaiás könyvében azt, hogy az Isten szerinti bőjt az, hogy nyisd meg a gonoszság bilincseit, oldozd meg az iga köteleit, bocsást szabadon az elnyomottakat, és minden igát tépjetek szét. A megbocsájtás, mint bőjt. A bőjt, mint megbocsájtás. Amikor úgy böjtölök, hogy nem az ételt és a vizet vonom meg magamtól, hanem az igazamat. Lemondok az igazamról, és megbocsájtok. Az állatok vére csak elfötte, de nem oldotta meg a vétek kérdését, ezt olvassuk az új szövetségben. Isten elnézte ezeket a bűnöket, de Jézus áldozata volt az, ami egyensúlyba hozta a mérleget. Nem volt kötelező az Újszövetségben, az Újszövetség értelmében gyakorolt megbocsájtás, ezért az izraeliták nagyon gyanakodva hallgatták Jézust. Hányszor ki kell jelentse Jézus, hogy megtudjátok, hogy van az Isten fiának hatalma megbocsájtani a bűnöket? kelj fel és járj. Nagyon sokszor a gyógyításokat a bűnbocsánat előzi meg, és az emberek csodálkozva néznek, hogy hogy jön ez most ide? Hogy jön ez most ide, hogy bocsáss meg a vétkét? Szó nincs vétekről, arról van szó, hogy vak, hogy száraz a keze, elszáradt a keze. Arról van szó, hogy süket. Arról van szó, hogy született fogyatékos. Jézus áldozata az az egyetlen áldozat, ami örökre bocsánatot szerez, olvassuk az Új Szövetségben. Haladhatunk tovább. Szótani vizsgálódások. Van egy csomó olyan kifejezés, és ezt most nem biztos, hogy el tudjátok olvasni, mert elég apró, ami a megbocsájtás szinonimájaként kerül be a szentírásba. Kevés olyan, bibliai, olyan szó van, olyan bibliai fogalom, amit ennyi szinonimával ö, használ az Ige Újszövetségben és Újszövetségben. Megbocsájt, nem rója fel, nem emlegeti. Kizárólag Istennel kapcsolatosan használja ezt a kifejezést, Isten képes csak arra, hogy úgy bocsássa meg, hogy örökre eltörlés nem emlegeti. Nem marad semmi nyoma, nyomtalanul. Aztán a beborít, az áldozatoknak volt ilyen befedező jellege, megóvta a törvényszegőket a bűnei következményétől. Gyakran az engesztelő szóval fordítja, főleg Károli, de a kecskeméti fordításban is gyakran így szerepel. Aztán az emelés hordoz, vissel, visz kifejezés, ahol a bűnök következményeinek az elviseléséről is szó van, ami akár halálos ítéletet is jelenthet, vagy a mások kihágásainak védkeinek az elhordozásáról szól, a türelmes elszenvedésről, Fohászaikban gyakran kérték az urat, az ő szolgái, hogy hordozza az ő népének védkét. Mózes, vagy a Zsoltáros, vagy Ézsaiás könyvében gyakran olvasuk ezt, hogy hordozza el az úr az ő népének védkét. Aztán az eltöröl, a látókörből eltüntet, félretesz, ezt már emberi vonatkozásban is, tehát emberek közötti kapcsolatban is megtaláljuk háta mögé, vagy a tenger fenekére veti őket az Úr, a, a, a Isten bocsánatára is használatos ez a kifejezés. Aztán a mentesít a megérdemelt büntetés alól, vagy felment, ma így használjuk inkább, az ige alkalmazza még a túlzott büntetés, vagy hamis á, vád alól való felmentések esetére is. Aztán a letakar, ez is nagyon sok előfordulással, Kétszer a védkek elfedezésére utal a Zsoltáros ezzel a szóval, és a megmos szó, tehát ez is ebbe a kifejezés családba tartozik, ahol azt mondja, hogy a karmazsén színű, a vörös színű védkeket hófehérre mossa. Mehetünk tovább. Új szövetségben használatos szavak, elenged, vagyis nem tart vissza, nem kér számon, ez kifejezetten az új szövetségben fordul csak elő. Szabadon enged, elhagy, a védkek elengedését jellemzi, jelenti, és jellemző, hogy a bűnök elengedése szinte kizárólagosan az evangéliumokban lelhető fel. Tehát nagyon sokszor használja Jézus ezt a kifejezést a megkegyelmez, vagy ingyenesen ajándékoz bocsánatot, vagy tiszta lapot, tíz esetben fordul elő, és az egymás felé gyakorolt megkegyelmezésről is szó van, megbocsájtásról, mégpedig annak a ténynek az alapján, hogy mi is kegyelmet kaptunk. Tehát ez a kegyelmet adni, mert kegyelmet kaptam összefüggésben. Haladhatunk tovább. Aki él, az sérülékeny. A sérülések, a, a szenvedés, amit a bántás okoz, az emberi életnek a velejárója. És azt mondhatnám, hogy természetes, normális az, hogy történnek ilyen sérülések, és ezt nem csak én mondom. Az életkörülményeink újból és újból feladják nekünk a leckéket, és hoznak elénk ilyen helyzeteket, amikor sérülünk, amikor bántódunk. Vannak sérülékeny időszakaink, vannak öröklött terhek, amelyek sértenek bennünket, nem mi követtük el, örököljük. Vannak saját védkeink, amelyek sért, sérüléseket okoznak nekünk. Elkövetek valamit, ami fájdalmat, szenvedést hoz rám. És vannak másoknak ellenünk elkövetett védkei, ezek mind a megbocsájtás megoldására várnak. Nézzük meg egy kicsit ezeket a sérülékeny időszakokat. Az életútunknak vannak természetes krízisei, normatív kríziseknek nevezi ezt a szakma. Illetve vannak nehéz életesemények, amelyeket éles stresszoroknak is nevezünk. Vannak olyan életesemények, betegség, gyász, nagy vesztességek, nagy talajvesztések, amelyek stresszet okozhatnak nekünk, fájdalmat okozhatnak, amelyek fokozottan feszültségbe tarthatnak. Egy következő, az, igen, az életszakaszunk, hát addig én nem látok el. Az élet szakaszunk változásait kísérő krizis, ezeket nem akarom elmondani, nehogy megijedjenek, akiket én tanítok. Ö, azt szeretném, ha látnátok belőle, hogy vannak ilyen szép egyenes szakaszok, talán az életben nem éppen ilyen egyenesek, és vannak ilyen hirtelen ugrások. Az emberi fejlődés, ez egy picit ilyen, nem egy ilyen szép ilyen euklideszi, vagy hogy mondják ezt ezt a... Ö, ö, szépen egyformán emelkedő görbét, hanem ilyen, ilyen szakaszosan emelkedik. Van, amikor úgy ugranunk kell, és ezek a sérülékeny időszakok, amikor hirtelen felgyorsulva változik egy csomó minden, gondoljatok arra, hát én most benne vagyok, azért látom ilyen jól, hogy úgy fejlődik a gyerek, és fantasztikus, amennyi mindent megtanul három éves koráig. Ugye azt mondjuk, hogy az agyának legnagyobb információ bomba talán a nulla évtől három évig, vagy nulla évtől hét évig. Tehát olyan sok mindent tanul, mert minden tanulnia kell. Ebből mi azt látjuk, hogy úgy szépen fokozatosan fejlődik, és akkor bekerül mondjuk egy óvodai környezetbe. Tehát az első ugrás mondjuk a gyereknél, amikor, amikor fejlődnie kell, tanulnia kell, de hirtelen egy csomó minden éri. Egy csomó új gyerek, egy csomó új felnőtt, egy merőben új környezet, hosszú ideig elszakad a szüleitől, és szegény azt se tudja, hogy melyik világon van, és ez minden nap ismétlődik. Tehát vannak ilyen nagy lépcsők, vagy az iskolába kerülés, vagy amikor felkerültök egyetemre, vagy amikor egy pár összeházasodik. Vannak ilyen az életünknek ilyen nagy-nagy lépcsői, és ilyenkor fokozottan sérülékenyek vagyunk, mert nagyon nagy a kihívás. Ha ehhez még hozzájön valami, akkor ez minket fokozottan sérülékenyé tesz. Mondjuk, ha az előbbi példánál maradok, hogyha a gyerek. Pont akkor születik kis testvére, amikor ez a nagy lépcső van, hogy mondjuk óvodába is kerül. Ez a két normális életváltás számára egy sérülékenységi időszakot produkálhat, mert, mert sok neki egyszerre ez a megterhelés. Nagyon sok támogatást, odafigyelést kell kapjon. Vagy ha mondjuk ide kerültetek Kolozsvára, és erre az amúgy is nagy figyelmet és, és ö, alkalmazkodást id, id, ö, igénylő időszakra rájön egy másik nagy kihívás is, például a hitetekben való elbizonytalanodás. Amikor kiderül, hogy csak közösségi vagy családi hitem van, de nincs személyes hitem, akkor ez egy fokozottan sérülékeny időszakká válhat. Haladjunk tovább. Vannak öröklött terhek, családból előző nemzedéktől hozott terhek. És a múlt az mindig befolyásolja a jelent, és hogyha ha nem ö, könyörül az Isten rajtunk, és nem találunk fogodzókat, akkor meghatározhatja a jövőt is. Melyek lehetnek ezek az öröklött terhek? Hát például ilyen öröklött haragok. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy családokban, családok, tehát tágabb családban család tagok egymással, vagy családok egymással haragba vannak. Nacionalizmus. Volt olyan fiatal, akivel beszélgettem, és elmondta, hogy náluk nagyon erős a nacionalizmus a családban. Aki nem székely, az nem is ember. Most bocsánat a székelyek felé. És hogy ennek, ennek nagyon kemény következményei vannak. És elvárják tőle azt, hogy hogy, hogy betartsa. De az én haragosom, a te haragosod is legyen. Mi az, hogy a kölyök beszél a nagybátyjával, mikor az apa nem beszél a testvérével? Azt hiszi, hogy ő különb? Tehát elvárják ezeket a családi lojalitásokat. De lehet ilyen örökölt teher, valami olyan vétek, kihágás, deviancia, amit titokként kezel a család, és ott van. Lehetnek okult hatások, öröklött terhek, amiknek érezzük a következményeit, de nem igazán tudjuk, hogy honnan jönnek ezek. Csak viseljük ezeknek a feszültségeit. Mehetünk tovább. Egy új modell kell ahhoz, hogy kilépjen az ember a, a múltnak a determináló hatásából. Kell egy egészséges új modell, egy új kép, hogy lehet másként is élni, és kell egy közösség támogatása. Nagyon-nagyon ritkán, vagy szinte soha nincs olyan, hogy valaki ki tud lépni az öröklött terhekből egy közösség támogatása nélkül. Kell a közösség támogatása, még a hívő embernek, még a hitét gyakoroló keresztény embernek is. Az egy dolog, hogy nem szeretném tenni, és tudom, hogy mit nem akarok, és már azt is sejtem, hogy mit szeretnék, mifelé megyek, megvan az új modell, de folyton kellenek nekem emberekben megjelenő uh, új példák, és akik, akikre nézve mindig igazodhatok. Nézhetem, mert nincsenek hétköznapi modelljeim arra, hogy hogy kell nem nacionalistának lenni, hogy kell nem haragtartónak lenni. És kellenek a környezetemben emberek, akik másként élnek? Sérülések. Mi a gond a sérülésekkel? Azokkal a védkekkel, amiket ellenünk követnek el fájdalmat okoznak, visszavetnek a fejlődésben. Sokszor kényszerítenek arra, hogy félre tegyük őket, mert úgy érezzük, hogy ha foglalkozunk velük, nem tudunk tovább haladni, leáll az életünk. És van úgy, hogy ezt meg is tudjuk tenni egy ideig. De ezek a sérülések, ha félre is tettük, és meg is keményítjük magunkat, hogy tovább menjünk, egy idő után észrevétlenül áldozat szerepbe visznek bennünket. És le lehet élni egy életet áldozat szerepben. Az áldozat szereppel az a baj, hogy fertőz. Azt mondja a szakma, és ezt én magam is láttam, hogy az áldozat szerepet, ha megtűrjük az életünkben, lassan-lassan megfertőzik a többi szerepeinket is. És nincs nehezebb uh, együttélés szempontjából, mint egy áldozat, pár, társ. Legyen az lakótárs, munkatárs vagy élettárs. Mert a minimális uh, kis hétköznapi feszültségekre is a skála maximális szintjéről válaszol. Mert mind arra válaszol, amit addig összegyűjtött. És ez az áldozat szerep betekeri a többi szerepeit is. A napokban beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy az ő édesapja soha nem volt ott, amikor neki szüksége volt rá. Akkor neki mindig volt valami fontosabb dolga. Felelősség teljes pozícióban volt, felelős szerepben volt az egyházában is. Nagyon sok embernek nagyon sok ügyét nyolította, de valahogy a legszükebb családjában az alakult ki, hogy apára nem lehet számítani. Ez a nő férhez ment, és gyermekei születtek, és egy idő után a férje jelezte neki, hogy te úgy viszonyulsz hozzám, mintha rám nem lehetne számítani. És egyáltalán úgy az az érzésem néha, hogy azt gondolod, hogy a férfiakra úgy általában nem lehet számítani. Csak az a biztos, amit egy nő végez el. Ugye ez a feminizmusnak lehet egy sajátos formája is, bár nem deklarált. És ö, észrevette, hogy csúszik bele ebbe az szerebe. És észrevette azt, hogy ez az áldozat szerep kezd rá terjedni a gyermekeivel való kapcsolatára is. Mert kezd olyanokat mondani a gyermekeinek, hogy hát, én mindig itt leszek, én feláldozom magam értetek. Zárójelben, és nem mondta ki, hogy nem úgy, mint az apátok. És hogy ez egy olyan meghasonlást kezd okozni a családban, és egy olyan talajvesztést a gyermekeinek, amit ő nem szeretne, hogy tovább terjedjen. És azt mondta, hogy... Igen, amikor elkezdett ezért imádkozni és ezzel foglalkozni, akkor akkor egyértelmű volt számára, hogy innen jön ez az egész dolog. És azon döbbent meg, ahogy, ahogy itt segítséget kért és beszélgetett ezekről a kérdéseiről, hogy az első gondolata az volt, amikor az apja infartusban meghalt, hogy hát igen, anyamos beteg, van egy ilyen izületi problémája az anyukának, tehát a, a nő édesanyjának, ami így a, a végtagjait, különösen az ujjait így lebénítja, meg így összehúzza, és egyre nehezebben boldogul a házi munkával. És amikor anyának most már tényleg nagyon szüksége lenne a, a segítségre, akkor apa fogja magát, és meghal infartusban. <coughs> Nem akarom ezt uh, magyarázni. Gondolom érzitek azt, hogy uh, milyen mellékvágányokra vihet bennünket az, hogyha őrzünk ilyen, uh, ilyen sérüléseket, amelyeket uh, talán nehezebben élünk tetten, de amelyek elkezdenek hatni a viselkedésünkben. A sérüléseknek a meg nem bocsájtott és el nem rendezett sérüléseknek a másik hatása az, hogy sértettség lesz bennünk Isten felé. Hogy lehet, hogy velem ez történik? Nekem nem ez jár. Hol volt az Isten akkor este? Kérdezte tőlem egyszer valaki, amikor elmesélte az egyik sérülését, ami egy, egy gyermekkori esemény volt. Miért nem adott az Isten jobb szülőket nekem? Miért nem adott az Isten nekem egy igazán támogató ö, nagy testvért, és nem egy ilyen szivatót, aki állandóan ö, azt bizonyította be, hogy ő a jobb, és én egy, egy, egy kisebb rendőrségi él, érzésben éltem le az életemet, és mindig úgy érzem, hogy én lúzer vagyok mindenütt. Hol volt az Isten, amikor ezt kitalálta? Szerető-e az az Isten, aki mindezt engedte? Um, az a baj ezekkel a sérülésekkel, hogy a megütközés kövévé lesznek számunkra. Lehet, hogy nem merjük feltenni ezeket a kérdéseket, nem merjük szóval megfogalmazni, de ott vannak bennünk, és kimondatlanul újból és újból kétségbe vonjuk azt, hogy lehet számítani az Istenre. Kimondatlanul újból és újból kétségbe vonjuk azt, hogy ő valóban a szeretet és a jóság Istene el. József történetéről szeretném, hogyha egy picit beszélnénk. Mindannyian ismeritek a József történetét. Volt ismétlődő családi minta a megkülönböztetés. Gondoljatok egy kicsit Jákóbra. Azt mondja az írás Jákóbról, az ószövetségi történet, hogy jobban szerette Jákób, jobban szerette Ézsaut, Rebeka jobban szerette uh, Jákóbot. És egyik szülő a másikkal nem beszélte meg ezeket a dolgokat, sőt, kiátszotta a feleség a férjet uh, a tanácsaival. Uh, Jákob tovább viszi ezt az öröklött mintát, van egy kedvenc felesége, és vannak kedvenc gyermekei. József és Benjamin. A hozott József beleszületett egy olyan családban, ahol ez a megkülönböztetés egy öröklött minta volt. Aztán mit gondoltok arról, hogy hány éves volt József, amikor ezt az első nagy sérülést elszenvedte, hogy eladták a testvérei. Hány éves lehetett? tizen, huszon? Valahol ott. Egyedül már elküldi az apa, hogy nézze meg a testvéreit, akik nem, nem voltak nagyon közel. Öm. tehát valahol ott van a gyermek lédből, a felnőtt létbe, az ifjú létbe, fiatal felnőtt létbe való átivelésnél. Egy sérülékeny időszakban van ahol hat rá ez a megkülönböztetés. Pozitívan hatott Józsefre a megkülönböztetés? Élvezte a megkülönböztetést, József? Lehet, hogy a tarkaruhát élvezte, de egy csomó mindennel együtt járt ez a tarkaruha. Miket szenved el József? Az írás nem részletezi az érzelmi mélységeit ezeknek a sérüléseknek, de azt tudjuk, hogy a testvérek vétkeznek ellene, potifárni vétkezik ellene, a főpohárnok pedig a feledékenységével szintén vétkezik ellene. A börtön akkor se volt egy ilyen kifejezett fitness kúra, úgyhogy sok minden megeshetett Józseffel a börtönben is. És mégis a történetből, amikor végigolvassuk a József történeti, döbbenetes, az, és felemelő, hogy senki sem tehette tönkre a József életét. Senki. Sem a testvérei, sem a potifár felesége, sem a főpohárnok, sem a rabszolgasság, sem a börtön. Nem tudja tönkretenni a József életét. József kap egy álmot az Istentől. Számomra olyan ez az álom, mintha Isten megmutatná neki azt, akkor, amikor ő még nem tudja, hogy alagút van előtte, hogy mi van az alagút végén. És József végigmegy ezen a hosszú, több szakaszból álló alagúton, és semmi sem árt neki. Áldozatként viselkedik József? Mindezekben a helyzetekben nem viselkedik áldozatként? Van gerince ennek az embernek. A felelősség teljes kiemelkedik mindenhonnan, mert az Isten vele van. Mindazok ellenére, ami történik vele. És valahogy nem keményedik meg a szíve. Számomra az a legmegnepőbb a József történetében, hogy nyomát sem látjuk annak, hogy József megsértődne az Istenre. Biztos, hogy voltak miértjei. Biztos, hogy kiáltott az atyák istenéhez. Biztosan hívta az atyái istenét József, nem volt nagy hagyománya még az Istennel való beszélgetésnek. Gondoljatok arra, hogy milyen kevés nemzedék választja Józsefet Ábrahámtól, akit elhív az Isten, aki először kezd beszélgetni az Istennel. Mikor bocsájt meg József a testvéreinek? Emlékeztek rá, hogy mikor bocsájt meg? Van egy jelenet, amikor már nem tűrtőztetheti magát József, és elsírja magát, és megöleli a testvéreit. Mikor kérnek bocsánatot a József testvérei? Sehol sem olvassunk arról a találkozás során, hogy bocsánatot kértek volna. Tudjátok, mikor kérnek bocsánatot? Amikor meghal az apjuk. A testvérek összetanakodnak, és azt mondják, hogy hú, meghalt az apánk semmi sem véd már bennünket József haragjától. Menjünk és kérjünk bocsánatot. És mit válaszol erre József? Van egy kiemelkedő mondás, amit gondolom, hogy nagyon sokan megtanultunk. Megismétli József azt, amit az első bocsánat adáskor mond. Az első bocsánat adáskor, amikor elsírja magát és megöleli a testvéreit és leleplezi magát, azt mondja, hogy ne sírjatok és ne ijedjetek meg ti eladtatok engem, de az Isten jóra vélte fordítani ezt, és elküldött a ti megmentésetekre. És ugyanezt ismétli meg József, amikor a testvérei bocsánatot kérnek. Ha a 105. Zsoltárt elolvassuk, akkor itt ez áll. Azután éjséget idézett elő a földön, eltörte a kenyérbotját mindenütt, de elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet lábait bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az úr szava igazolta őt. Aztán írja tovább, hogy mi minden volt a József küldetése. József valahol az életút során, amikor gyűjthette volna halomra a sértődésnek, a megbántódásnak a köveit, Rájött arra, hogy az Isten terve történik vele. És ez a terv elkezdett kibontakozni. És nem nyomorította meg semmi ezt az embert, beteljesedett rajta az Isten terve. Ez az ember mind arra a bántásra és szenvedésre, ami vele történt, azt tudta mondani, hogy elküldött az Isten engem a ti megtartásotokra. Engem nagyon megrendít, amikor ebbe belegondolok, hogyha valaki engem eladott volna vasban és bilincsben, és aztán az következett volna, ami következett a József életében, örömmel tudjam elmondani, hogy azért történt velem mindez, hogy téged, aki ezt tetted velem, megmentselek. Mehetünk egy kicsit tovább. Aki él, az gyógyulásra képes. Olyan szomorú látni azt, hogy gyülekezetek, közösségek évekre, évtizedekre menő bántásokat, sértéseket hordanak. Olyan szomorú látni azt, hogy családok, emberek évekig, évtizedekig sértődéseket hordanak. Miért nem gyógyulnak ezek a sebek? aki, ami él, az gyógyul. Vannak nagyon mély sérülések, de amíg az ember él, addig a sérülései begyógyulnak. Ha csak nem pont az a betegsége, van ilyen betegség is, hogy képtelen a gyógyulásra. Ma már a szakma is azt mondja, a szakmának egy része, hogy nincsen gyógyulás bocsánat nélkül. Nincs megépülés, bocsánat nélkül. És most ne az ilyen helyzetekre gondoljatok, amire azt mondhatjuk, hogy bocsi, bocsi. Ne az olyan helyzetekre gondoljatok, hogy megvert az apukám igazságtalanul, és ezért nem lesz belőlem soha sikeres vezető, mert ezek nagyon átlátszó kis ürügyek. A legmélyebb sérülésekből, a legmélyebb traumákból sincs gyógyulás, bocsánat nélkül. A logoterápia kidolgozójai és elkezdői holokauszt elszenvedett emberek voltak. Viktor Frankl neve valószínű ismert, és voltak neki még munkatársai, akik azt mondták, hogy a holokauszt elszenvedett áldozatok egyedüli esélye, lehetősége arra, hogy megépüljenek, és egészséges emberként tudjanak élni, az, ha megbocsájtanak. Nem azt jelenti ez, hogy azt mondjuk, hogy nem volt, hogy nem szenvedtünk, hogy nem volt rettenetes, hanem kiengedem a kezemből azt a sértődést Isten felé elsősorban, és engedem, hogy elindítsa bennem a gyógyulás folyamatát. A megbocsájtás az egy folyamat. A sérüléseknek, az életúton szerzett sérüléseinknek a megbocsájtása, az nem elintézhető azzal, hogy este elmondjuk a mi atyánkban, hogy bocsásd meg a mi védkeinket, miként mi is megbocsájtunk. A megbocsájtás egy folyamat. Istennek és nekem egy kemény szemtől szembe küzdelme, munkája, ahol ér el bennünket. Az az érdekes az ember személyiségében, lelkivilágában, hogy a Sérülések érlelnek bennünket a legtöbbet, a szenvedések érlelnek bennünket a legtöbbet. El is torzíthatnak, de érlelhetnek is. Az első lépés ebben az, hogy le akarom tenni a követ, ami, ami a sérülésemből kialakult, amit félretettem, amivel nem tudok mit kezdeni. Eljutok oda, hogy le akarom tenni. Rájövök arra, hogy nincs más út. Szembe kell néznem ezzel a ténnyel. Kimondom a sérülésemhez, terhemhez kapcsolódó érzéseimet, fájdalmaimat. Lásd, Zsoltárok, olvassátok el a Zsoltárokat, hogy mi mindent mondott a Zsoltáros. Olvassátok el a Jobb könyvét, hogy mi mindent mondott Jobb. Micsoda fájdalmak szakadnak fel belőle, és nem fél attól, hogy az Isten megsértődik. Mert tudja, hogy ő, őt nem a sérül, sértése, nem a sértődése vezeti. Egyszer én is megkérdeztem, amikor fogyatékos gyerekek szüleivel kezdtem dolgozni, és hallottam, hogy mi mindent kérdeznek. Megkérdeztem egy ö, ö, olyan embertől, aki hasonló szakmában dolgozott, és nagyon mélyen hívő ember, hogy hogy szabad-e ezeket a dolgokat mondani, kérdezni, és azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy szabad-e, az a kérdés, hogy hol. Isten színe előtt bármit meg lehet kérdezni, de tőle kérdez, nem mástól. Fejet hajtani az Isten előtt. Talán ez a legnehezebb, amikor ö, fejet kell hajtani, és azt kell mondani, hogy ö, úgy az által, általános emberi vélekedés szerint nem ez a normális életút, amelyen nekem kellett vagy kell járnom, de fejet hajtok az előtt, az úr előtt, aki az én életemet elindította. És bízom abban a tervben, hogy ez az út engem oda fog elvinni, ahol ő szeretne látni. És most itt egy zárójel, olyan sokszor, vágyunk arra, különösen fiatalként, hogy valami nagy dolgot tegyünk, valami nagy dologra, valamilyen nagy munkába használjon fel bennünket az Isten. Kész vagyok megadni az árát annak, hogy ezt tegye? Nem bárkiből lehetett József, nem bárkiből lehetett Egyiptom második embere, nem bárkiből lehetett sok ember megmentője. Csak egy ilyen Józsefből, aki végigjárta azt az utat, ami ide vitt. Átadni a bosszúállásra, igazságszolgáltatásra való jogomat. Nagyon sokszor elmondja a Szentírás az, hogy a bosszúállás az isteni, sőt az igazságszolgáltatás is. Átadni ezt a jogomat. Mi valahogy azt szeretnénk, hogy akkor bocsájtunk meg, hogyha jogilag. Rendezve van a dolog. Mert akkor megnyugtatóban tudunk megbocsájtani. Hát ez nem így áll. Ez nem így áll. Imádkozni érte, áldani, jót tenni vele, azt mondja az Új Szövetségi Üzenet, hogy ezt tedd azzal, aki ellenséged, aki bántott. Hát ez egy következő előadás témája lehetne, nem szeretnék most ebbe belemenni. A gyógyulás, a végpontja az, amikor, amikor fejet tudok hajtani, amikor ki tudom engedni a kezemből a sérülésemet is, a bosszúállásra való jogomat is, és amikor ki tudom annak az embernek a nevét mondani az Isten előtt. Olvastam egy könyvet, ami erről beszél, erről ír, hogy imádkozni az ellenségeinkért, és elmondja a szerző, aki egy mély sérülést élt át, hogy, hogy minduntalan ott kötött ki, hogy de remélem, Istenem megbünteted. Pedig azt gondolta, hogy elmondta már minden fájdalmát, csalódását, felháborodását az Isten előtt, és fejet hajtott, és elérkezett ide. És rájött, hogy még mindig nem tud imádkozni. De szeretett volna, de akart, de elhatározta, hogy tenni fogja. És akkor azt tette, hogy imádkozott, és aztán megállt, és kimondta az Isten előtt annak az embernek a nevét, akivel szeretett volna megbékélni. És azt mondta, hogy sok napon át mondta ki, amikor eljutott oda, hogy legelőször valami jót hozzá tudott tenni. Tudott annyit mondani a név mellé, hogy keresd meg Istenem, hogy megismerjen, hogy megjobbuljon. Áld meg a megjobbulás a hozzátérés ajándékával. Mi a célom? A saját jogaimat védeni és érvényesíteni, vagy járni az ön megtagadás útját? Nem lehet a kettőt együtt. Ö, nem trendi, amit mondok. És nekem is fáj, amikor erre gondolok, mert ö, nekem is eszembe jutottak arcok és nevek, akik felé vannak bennem terhek és kövek. Ö, és Ö, szívesebb, szívesebben mondanám azt, hogy ö, majd ellátja az Isten a bajukat, és majd megkapják, és, ö, és akkor azzal vége lesz a dolognak, és nem fogok rájuk haragudni. De nem ezt olvasom. Nem erre jöttem rá, miközben a megbocsájtással kapcsolatos ö, előadásra készültem. Az Isten üzenete a Krisztussal együtt tűrésről beszél. És azt mondja, és ez egy titok számomra, még nem igazán értem, hogy részt kell vállalni a Krisztus szenvedéséből, ki kell egészíteni azt, amivel még híja van a Krisztus szenvedésének. Nem szeretünk mi ilyenekről beszélni. Ez a világ nem arról szól. És mégis. Nincs más út a megbékélés felé. Csak ha elvállalom azt, hogy igen, valamiért benne volt az utamban ez a szenvedés. Beszéltem arról, hogy a megbocsájtás, mint bőjt, és a bőjt, mint megbocsájtás. Amikor úgy bőjtölök, hogy a saját igazamról mondok le. Amikor a bőtben Ezeket a neveket emlegetem, ezeket az arcokat hozom Isten elé, akikkel nehéz nekem szembe nézni, akik iránt az emberi jogrend szerint lehetne az az elvárásom, hogy hozzám jöjjenek és bocsánatot kérjenek, sőt, hogy kártérítést adjanak. Nézzétek meg, hogy mit mond ez az Ézsaiási Ige a következményeiről ennek a bőtnek, akkor felhasad, mint hajnal világosságod, és gyógyulásod hamar kivirágzik, és előtted jár a te igazságod, az Úr dicsősége lesz hátvéded. Akkor hívod, és az Úr felel, és vezet téged az Úr folyamatosan, és hozzátartozóid örök romokat építenek fel. Mondatonként Hozzá lehetne csatolni valamit abból, amit az elején mondtam el. Hogy világosságra jutunk, és kezdjük látni, hogy hogy épül be az életünkbe mindaz, ami nekünk sérülést okozott. Hogy kivirágzik a gyógyulásunk, kiteljesedik. Hogy előttünk jár az igazságunk. Olyankor, amikor feladjuk azt az igényünket, hogy tőlünk bocsánatot kérjenek, úgy tűnik, mintha sárba taposnánk azt, hogy nekünk igazunk van. Isten azt mondja, hogy előttünk fog járni. Gondja lesz neki arra, hogy egy ilyen megbocsájtás után ne a vesztes érzet erősödjön meg rajtunk. Előttünk fog járni az igazságunk. És az urdicsőssége lesz a hátvédünk. Azt kérdezte, Egyszer tőlem valaki, hogy jó, de hogyha én megbocsájtok, és ha én újból és újból megbocsájtok, nem teszem ki magam annak, hogy engem újból és újból a hátba támadjanak? Azt mondja itt Ézsaiás, hogy az úr dicsősége lesz a hátvéded. Sokszor kérdezzük azt magunktól, hogy miért nem felel az Isten? Miért vagyunk erőtlenek? Az úrvacsora szereztetési igénél van egy nagyon erős mondat. És egy kicsit olyan nekem, mintha erre válaszolna. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Jézus azt mondja, hogy mielőtt a, az oltárhoz viszed az áldozatodat, ha tudod, hogy panasza van valakinek ellened, menj és béké meg vele. És úgy jöjj az oltárhoz, én azt kívánom nektek, hogy ha nem aktuális számotokra a megbocsájtás, az életút megbocsájtás, az életúton felgyűlt köveknek a rendezése, akkor figyeljetek arra, hogy semmilyen bántássérülés ne nehezüljön kővé, ami ezután következik. Se emberek felé, se Isten felé bennetek. Ha pedig mégis felfedeztek olyan sérüléseket, olyan sértődéseket, olyan fájdalmakat, Isten vagy ember felé, ami ott van. Ne várjatok arra, hogy majd az életetek végén kelljen a rendezés útját keressétek. Mert ö, nem biztos, hogy akkor már képesek lesztek rá, vagy egyáltalán. Talán le lehet élni az életet, Kövekkel együtt is, de nem biztos, hogy érdemes. Um, nekem is kemény lecke ez, és uh, én is tanulom. Uh, Azzal szeretném befejezni, hogy uh, maradjunk most csendben, uh, vegyétek a kezetekbe azt a követ, amit kiválasztottatok, és uh, um, Kérdezzétek meg magatokat Isten előtt, hogy vannak-e ilyen helyzetek, amelyeket viseltek, és kiáltsatok hozzá azért, hogy elindulhassatok a gyógyulásnak, a megbékélésnek az útján. Azért, hogy egy ilyen kitejesedő, egy ilyen biztonságban tudott életet folytathassatok majd, ami nem terheket örökít me át, hanem megépíti a romokat.